Mi az, hogy 20? Ja, hogy 30 darab van ebből itt. Aha. Jó, de hol van ilyen szólom, hogy mennyi van, Dik? Ja, ott van 110. Jó, akkor még egyet veszünk. Nagyon jó, nagyon szép. És Shelly-t el is lehet adni. Ó, hogy itt vannak új fegyverkék. Amik itt meg lehet vásárolni. Van itt ilyen tűzlánc. Aha. Aha, nagyon jó. Modulokat is lehet venni, ahogy látom. Nagyon szép. Élni akarás modul. Ez a modul enyhén növeli minden egyes elesett ellenségtől kivett. Ó, hogy ez... Akkor ezek a modulok a gyűrűk. Yes, yes, yes. Akkor ezek a gyűrűk, mert itt ugye több szólt lehet szerezni. Arra esettektől. Kitartás, az elemi... Mi? Az elemi alkímia és precízió mechanikus összetett egyesülési modulok Eugenia de Vankensos műhelyénél titkában készültek. A csak alkotójuk által ismert elvek alapján módosít... Ez a modul enyhén növeli a kitartást. Abban a pillanatban szippantom be a testembe ezt a modult. No, honore, szia! Hol vannak a keblek? Ez a hátom, te fasz. Hello, hello! És még lehet, ó, 2000-re lehet venni kulcsot is. Nagyon jó. Na, akkor menjünk szólt szerezni magunknak, mert itt nagy vásárlások fognak történni abban a pillanatban. És... Hát erre a térképre mindig nem jöttem rá, hogy mit kell itt nézni. Moduláció. És akkor ide. Ez a modul mérséklen növeli az egyensúly feltöltött támadások során. Fokozatú hatékony töltőmodul. Ez a modul mérséklen növeli fizikai sebzés által okozott, sikeres, teljesen feltöltött támadás. Biztos. Ez a Songoku leszek. Jó, visszamegyünk, megöljük ezeket a heregombócokat, srácok. Már mert itt vannak valami láda is. Hát itt valami bőrszerkót kap... Bász, kibaszos start. Valami bőrszerkót kaptunk. Gatyesz, matyesz. Azt a kutyafáját. Azért az oda basz. Az igen, fiam. Az igen. Hát ez is kurvásan öltözik, oda nézzi. Van valami leveles. Levelek. A gőzszivattyú meghibásodása továbbra is túl gyakran megszakítja a mozgójárda működését. Gondoljon csak arra, hogy milyen nehéz terheket kell hátukon felcipelniük az emeletre. Kérjük, hogy gondoskodjon arról, hogy a szivattyú megfelelő javítása haladéktalanul megtörténjen, hogy a szivattyú továbbra is megfelelően működjön. E levélhez emellékelten talál egy kulcsot, amelyel a főmérnök szabadon járkált a gyárban tisztelettel. Ekkor elkötelezett alkalmazottuk, Fabre anyád. Oké, akkor egy gyári kulcs is van. Nagyon jó. Javíts meg a mozgójárdát. Mindjárt megjavítom, csak ezek megölöm ezeket a izéket, heregombócokat most én itten. Meg kell a lelkük. Jó, most meghalunk. Bázd meg. Ez nem jó, hogy ketten vagytok. Úgy üsd a más... Ez üti a másikat is, bázd meg. Az nagyon szép. Az igen, baszkodjátok egymás, fiaim. Gyerünk. Ezek ütik egymást. Au! Nem baj, egyik kipusztult.
te mocskos... Utálok. Dik is hát... bazd meg, ez nem jó. Nem baj, itt a bonfire. Jó, azt a stamina modulációt én megveszem. Aztán most az a kérdés, hogy azokat a stamina modulációkat, vagyis ezeket a modulációkat lehet növelni, fejleszteni. Ez még volt egy harmadik is valahol. Hello! Aha! Ott van ez a szem talán. Kipörögted magad? Én jövök. Tik, beszédültél, fiam? Nem jó. Háó. Nagyon szép, nagyon jó. Na, 652 szólocskát összeaprítottam itt magamnak, ebből pont meg fogom tudni venni ezt a stamina modulációt. Kár, hogy itt nem lehet visszakapni úgy a staminát, mint a Nióba. Tudjátok, hogy most így megnyomnám, és akkor pluk, visszajönne. De nem. De nőm. Na várj, hol volt itt a vásárlás? Ja, azt a bonfire-öknél lehet? Mi a helyzet, srácok? Nagyon megálltatok itt a chatben, jó napot kívánok! Mindenki másképp csinálja. Na várjál, hogy lehet venni izét? 300-ért lehet venni eszenciát. Akkor ezt ilyen biztosítékként, hogy nevezd el az izé stamináidat és a szólokat, akkor veszel magadnak 300-ért ilyen szart, és akkor az ilyen tárolóként? Aha, értem. Nagyon jó. Hagyos ventilátor. Mi? Hát előbb ezek nem voltak itt. Meg lehet venni ezt a izét, ezt a kalapácsot. Az igen, az aztán ruha. Hát de... De ezek kurvára nem voltak itt előbb, hello. Na, ez kell nekem. Állóképesség modul. Add ide papának, köszi. Jó, és akkor... Ezt én behelyezem. Gémez? Benéztél, Mizus? Mit gémez? Mi a gamma neve? És akkor... Ezt fel kéne oldani majd egy kulcsi-mulcsival, addig... Ezt fogom kicserélni erre. Így. Nagyon szép. Nagyon szép! Ó! Oh, hogy ez a gyár! Ma abban a pillanatban lőnek, nézd meg. Jó, ez a gyár. Vettem. A számon levegőt. Oké. Akkor az a gyár, akkor majd oda mindjárt bemegyünk, csak itt megnézem, hogy oldalt mi a fasztarisztja van. Miféle játék ez? Ez kérlek szépen, de ez is már Factory-ra írja. Ez kérlek szépen, No Honor. Ez egy ilyen robotos, babás Souls game. Ami 9 hónappal ezelőtt jelent meg. Pepperepá, így van.
Így van, Francia. Francia, Párizsba játszódik. Ez a játék. Itt nem lehet bemenni, úgyhogy csak azon a ajtón, amit kinyitottunk. Mindjárt besül a motor a gépbe, bazd meg. Annyit futkározok vele, hogy mindjárt besülök. Na, jó napot kívánok! Sziasztok! Először ezt a lövődöző majmot kéne onnan megaprítanom, hogy nehogy itten a rossz dolgokat tegyen vele. Miért nem tudsz oda felugrani, te? Áú! Hát nem szégyeled a pofát. Ez baj. Ez baj, hogyha ennyien jönnek. Nikolett! Szia! Hello! És hello! Hello ő! Jó napsot, jó napsot! Áú! Basszátok meg! Még nem veszítetek! Kurva! Ennyi életet elbaszni ilyen három pasztori szinára, bazd meg. Geci! Jó, ez bő bombfejörözés lesz. Jó, passzáltak meg. Jézusom! Ezt nem éri meg. Működik ilyenkor a bombfejör? Haha! Pápá! Jó, ezt valahogy úgy kell megoldani, hogy ne basszak el három életet egy három katonára, értitek? Jó, egyenként kiúztuk ezeket. Akkor nem a nagyhoz vegyünk. Gyere, gyere, gyere te lángoló fasz. Gyere. Nem, nem, ide, azaz. Nem, a kurva anyád, ne fuss vissza. Gyere ide. Nagyon jó, nagyon szép. Gondolkozni kell itten. Nem belerohanni a álló faszba, értitek, hogy van ez. Jó, most ezt kéne itten megaprítani, gyere fiam. Gyere már! Áú! Áú! Bassz meg, csak rábasztod. Csak el kell használnom egy életet. Nem sikerült 100%-osra az akció. Csibirip! Nyugszik, fekszik, alszik. Na. Oké, most már minden rendben van. Addig a kávé meg kihűl. Francia? Mademoiselle? Belenézhetek a pathétba? Belenyalnék a kvaszadodba. Megvajaznám a pacét. És mi van itt, semmi? Á, valószínűleg itt kell felugrani. Hoppá, találtunk egy időt befelé. Jó napot kívánok. Szia, semmi? Semmi nincs itt. Csak egy gabona. Egy hétköznapi olajos fiola. És ez még rímelt is, Freddy.
Fú, a Frédi Béni meséket hogy szerettem régen, baszki. Kurva jók voltak. És tényleg mindig csak rímbe beszéltek, az eszméletlen jó volt az a mese. A Frédi Béni. Két kőkorszaki szaki. Frédi és a Béni. Na 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 na. Ja, kurva jó volt ez a mese amúgy. Subidubidu! Abból még a film is jó volt, bár amúgy nem tudom mostani szememmel, ha nézném azt a filmet, hogy milyen lenne az a film, de akkoriban kurva jó volt ez a film, nekem igen tetszett. Lehet, hogy rakás szar, már kurva rég láttam, de ugye, hogy megfilmesítették akkoriban a Freddy Bérit, nekem kurvára jött. Micsoda? Mi az, hogy kivétted? Normális? Hát régen én is éztem a Freddy Bérit, meg a mesék közül ezeket én nagyon szerettem. Freddy Bérit, Hupikék, Törpikék, Gumimacik. Meg ezek a mind régi, Balu kapitány. Ez mind kurva jók voltak. Azaz. Vilma, engedj be! Aztán... Aha, így van, RTL klub. RTL klubban mindig jobb esélyek mentek, mint a TV2, nem? Hopp, egy láda, szia! Föl tudtam kelni, bazd meg, amikor még suliztam. Föl tudtam kelni hétvégén, csak azért, hogy kölyöklubot nézzek. Tartós érintettségi modul. Micsoda? Mi az, hogy érintettség? Én érintetlen vagyok. Csak mondom, én még szűz vagyok, oké? Olyan érintetlen vagyok, hogy beszarsz, behugyozol. Én várom a igazit. Ez mi ez itt, hogy ez itt? Ez valami bug? Vagy mi a fasz? Hát most eltűnt. Na mindegy. Itt van bent valaki. Hát ahogy megyek be, jó napot! Ezen a mesében az volt a jó, hogy akkor mi minőségi magyar szinkron készült hozzájuk. Ja, Popeye a tengerész is jó volt, azt is szerettem, igen. Olivia. Azt is szerettem, de azt annyi olyan... Hogyan mondjam? Ez mi a fasz? Ez valami bug. És aztán eltűnik, és nem kapok semmit. A Tom és Jerry volt a gyerekkorom kedvenc meséje. Ha elmentünk ugye videótékába, elvittek videótékába, hogy na akkor most veszünk ki valami, ugye a szülők kivettek maguknak valami filmet, amit megnéztek a nagy izét, videólejátszón, valami VHS-t, akkor mentünk mi is, vagy amikor még csak én voltam, akkor még nem volt a húgom, és akkor mindig Tom és Jerryt vettünk ki a videótékába, az volt a kedvenc mesém, csak azt néztem. A Cartoon Networkön, mindenhol, ahol Tom és Jerry ment, én azt szerettem a legjobban. És hogyha videótékába is mentünk, csak a Tom és Jerryt vehettük ki, semmi mást. Azt szerintem összeset láttam. Tomnak a röhögése... az eszméletlen. Az kurva jó. Nekem azok nagyon szar mesék voltak. Akire én azokat nem szerettem. Se a Pindur Pandurok, a Johnny Bravo-t, Bátor Agyával, ezeket egyiket se. A Cartoon Networkön a Tom és Jerryt szerettem, és a Dexter laboratóriumát. Másra annyira nem emlékszem, hogy mit szerettem. A Tom röhögés, aha. Vagy amikor rábasztak a lábára, vagy valami, és fájt neki, az olyan hangot tudott kiadni, az azok eszméletlen. Dexter laboratórium a kurva jó volt. Az volt a baj a Cartoon Network, hogy ott ilyen elbaszott mesék voltak, bazd meg, ilyen totál elbaszott. Most az a
Boci és pipi vagy mi a faszom? Hát az is valami elbaszott mese volt az. Hát és akkor én még nagyon gyerek voltam, amikor én ezeket a meséket néztem, úgyhogy azért volt nekem elbaszott. Lehet, hogy most már annyira nem lenne. Te a klónok, hát mert te más generáció vagy. Amiről én beszélek, ez tudom mikor volt ez? Lehet, hogy 96-ba. Szerintem 96-ba, 97-be. Aztán bejött a életembe a Dragon Ball, amikor azt először láttam a RTL klubban, amikor mentek a Namek bolygóra és ott harcoltak Dermesztő ellen. Na onnan, szerintem az volt-e, habár ezt sem tudom kimondani, hogy az-e volt-e első animém, amit életemben láttam, mert ugye volt a Pokémon, de mondjuk az lehet, hogy már később volt. Meg ott volt az a Tsubasa kapitány, szerintem azt adták sokat. Adták sokat RTL klubban a Tsubasát. Azt a focis animét. Úgyhogy nem tudom, hogy mit adtak először, a Tsubasa kapitányt vagy a Dragon Ballt. Úgyhogy nem tudom, milyen animét láthattam először, de nekem a Dragon Ball az ilyen gyerekkori meghatározó animém. Úgyhogy azt soha nem fogom elfelejteni, és azt mindig is meg fogom nézni még egyszer. Akkor már pornót néztünk, jó? Ártatlan szemmel néz most rám a hajnal. A Tsubasa az... Amúgy én is szerettem a Tsubasát. A Tsubasa faszát. Nem a Tsubasa faszát. Ez bazd meg, de semmi baj. Bár akkor annyi, nem annyira story orientált volt ott a mese nézés, hanem néztünk valamit, értedek? Vettünk főjel valami ruházatot. Hát ez kaka. Kaki-baki! Diana kalapja. Aha, ez Diana kalapja. Na de a Diana ruhája azért oda basz, szia! Abba a pillanatban, öcsi. Nem volt anime rajongó, de a Dragon Ball vitt mindent? Hát az biztos. Csak az a baj, hogy RTL klubban nem adták le egész animét, hanem csak tényleg azt a Namek részt adták, amikor ott harcoltak Dermesztő ellen, és az... Hát, hogy mit mondjak? Nem rossz, de... Még azt hiszem addig mentek el a RTL klubban, amikor találkoztak először a robotokkal. C-17, C-18-ékkal. Nem is tudom, hogyan van. De Dragon Ballból nagyon érdemes megnézni a sima Dragon Ball, nem a Dragon Ball Z-t, mert amit ma adtak, az a Dragon Ball Z volt a RTL klubban. A sima Dragon Ball, amikor még Son Goku kicsi. És találkozik a bandával. Tenshin Hanékkal, Yamcha, Bulma, Zseniális Teknős, Krillin, ezekkel, ahogy összejön a barátság, stb. És ugye elkezdenek együtt edzeni. Hát azért, jó, akkoriban még más volt a helyzet, most azért ez a inger küszöb, ez kurvára kitolódott. Most is vannak olyan animék, amiket szerintem nem kéne gyerekeknek nézniük, és mégis néznek. És most sokkal elérhetőbb anime, mint akkoriban volt, érted? Itt most minden, ez megint olyan téma, hogy itt most belemeltnénk minden hülyeségbe. Szavasztarisz, hello! Most már minden elérhetőbb a mai világban, úgyhogy... Most a gyerekek már mindent is tudnak nézni. Hát, mert hogyha észrevettétek, Tanis... Jézus Úristen! Minden animében van... Minden animében van egy pervers karakter. Az muszáj lennie. Minden animében van egy pervers karakter. Úgyhogy az kell, hogy legyen.
A Dragon Ballban a zseniális teknős volt a pervert. A One Piece-be a Brook a pervers, aki bugyikat nézegetne mindig, a csontvázügyi, hogy hívták, bazd meg? Hogy hívják a szakácsot? Bazd meg, olyan rég néztem. Sai? Olyan rég néztem One Piece, hogy elfelejtettem. Naruto-ba meg a pervers. A Naruto-nak a mestere, Jiraiya. Úgyhogy mindig van. Hát mert a japán azok ilyen perverzek, és ezzel tudják megfogni a sorozatot, hogy vicces legyen. Na ezt mondom én, látod? Hát én olyanokat szoktam szakadni rajta, bazd meg a One Piece-ban, amikor a Brook, a élőhalott csontváz, értitek? Aki azért élő halott, mert megevett egy olyan démoni gyümölcsöt, ami visszahozta őt a életbe, és ez lett a képessége, hogy ugye, hogy amikor meghalt, fölkelt csontvászként, és úgy van benne a Luffy-éknak a kalóz bandájába. A Franky bugyiba van. Az egy más dolog, ő egy Sleepy-be van. De a Brook megy nagy baja, érted, zenének, minden szar. A buliznak a hajón, ott van kettő jó csaj a hajón, ugye Nami és Robin, a kettő ekkora csecsűjány. Megy a zene, Brook oda megy, bazd meg. Megmutatod a bugyidat? De csak így totál random, hallod, meghalsz a röhögésbe, bazd meg. És aztán ugye jön a bomba. Abba a pillanatban. Megmutatnál a bugyidat? Nem, dehogy őrült meg. Nem. Ilyenről nincs szó. A gyári kikötő! Kikötő! Azok a rég volt szép idő. Úristen, az a One Piece az egy kibaszott jó sorozat, srácok. Az eszméletlen. Eszméletlen! Rá kell áldozni a 1200 rész, hogy mennyi van már belőle. És még nem tudom, mikor lesz vége. Én már kétszer végignéztem. Faktoriánus. Lavius sublimatoros sopontianotos solosomolos. Ez a játék, kérlek szépen, Tanis, ez egy Souls-like játék, igen, nem Dark Souls klón, ez egy... A Dark Souls-hoz semmi köze. Csak abban, hogy Souls. De igen, egy Souls game. Nem egy AAA Souls game, ez egy indie Souls game, de kurva jó. Igen. Vérspriszelek abban a pillanatban, hogy... Lehet, hogy azért lettem ilyen pervers, srácok! Mert ennyi animét néz, de amúgy nem tudom, de lehet, hogy van köze hozzá, tudja faszom. És én is megbolondulok minden nőtől. Pam, 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 abba a pillanatba. Egy shortcut. Mi van fönt? Semmike. Bam. Szia, vágtam, mint a szart. Nem merek beleugrani a vízbe, hogy tudok-e úszni amúgy. Azt hiszem, hogy nem. Hello, jó napot! Bam! Szétaprítottuk, ez nagyon tetszik. Mivel most nyitottam shortcutot, gondolom nem lesz bonfire egy darabig. Ah,
Lehet, hogy amúgy vissza kellett volna menni. Hát amúgy lehet vissza kellett volna menni, bazd meg. Visszamenjünk? Vagy kibírjuk? Szerintem menjünk vissza, töltsük be itt a... Bár amúgy nincs még izénk. Jó, most már biztos visszamegyünk, mert elbasztam a életemet, magamba nyomtam, semmi baj. Semmi baj! Kurva életbe. Még mindig... Mennyi kell már egy fejlődése, bassz meg? Mennyi kell egy fejlődéshez, basszam meg? Ezt mi valakit megaprítunk, hogy tudjunk egyet fejlődni is. Ó, nekem el van mentve. Én nekem le van... mentve izére, srácok. Mi az Vinyóra, a Dragon Ball szerintem. Hogy az... Soha a büdös életben nem tűnhet el nekem. Cenzúrázatlanul összes rész. Csak akkor tűnhet el, hogyha... Nem lesz fönt sehol. És hogyha elromlik a Vinyó. Úgyhogy a Dragon Ball azt úgy őrzöm, mint egy kincset. ...2590 kell nekem, nagyon szép. Vártuk, ezt befejlesztjük. Igen, hogy ide tudjunk rakni valami szart. Na, mit kaptam? Bronz ingotot nem kaptam, öntött vasat nem kaptam. Hanem ezt valahova ide kaptam, aha. Szóval élet most már 220-at fog föltölteni, nagyon jó, ez a sublimátor. Sublimáció. És akkor még itten... Elmegyünk gyorsan, hogy szétaprítok valakit. Istenem, hogy soha nem tudom megszakni, hogy a másikkal hozom ezt elő. Jó, és akkor mit rakjuk be ide? Ez a modul enyhén növeli az ellenségnek okozott duration of alchemia csapások időt ad. Mi? Tudja a faszom, hogy mi ez? Megnöveli enyhén, legyen ez? A bubus részek? Az kemény rész a bubus rész. De te még soha nem láttad amúgy a izéket? A egész Dragon Ball. És ugye úgy van, hogy ahogy lemennek a bubus részek, van egy utolsó rész, a 291. rész, de ott eltelik 10 év. A 290 és a 291. rész között ott eltelik 10 év. Szóval ott kell megnézni a Dragon Ball Supert. Mert ugye már olyan is van. Micsoda, nem láttál Dragon Ball soha büdös életbe? Hát ez kurva ultragáz. Az ultragáz matkex. Hogy képzeled, bazd meg? Hogy Dragon Ball gömb van a neved mellett. És azt se tudod, mi az? Mindig nem elég a fejlődéshez, bazd meg. De jön valaki elém, légy szíves. Jöjjön valaki elém, akit szájba verhetnék. Tere-tere-tere-re. Tere-tere-re. A sima Dragon Ball, az konkrétan arról szól, hogy állandóan a Dragon Ball-okat keresik. A sárkány gömböket. Úgy Bulma kifejleszt egy olyan radart, ami tudja lokalizálni a kristálygömböket, és akkor állandóan kristálygömböket keresnek, és így vannak ilyen boss fightok, ugye, hogy nem csak ők keresik a kristálygömböket, hanem mindenféle figurák is a sorozatba, és ezért mindig belekerülnek egy ilyen nagyon-nagyon jó helyzetekbe, és ugye ott még a Son Goku se olyan erős, hogy mindenkit azért szét tud baszni egy-kettőre. Meg ott a fejlődés, Dragon Ball keresések, meg ilyesmi. A Dragon Ball Z az már másról szól. Ott már Son Gokunak van gyereke. A Son Gohan.
a több ellenség is jön a földre. El akarják pusztítani állandóan a földet, bla bla bla. Úgyhogy ott azért már más történetek vannak, és ott már nagyon nagy fejlődéseken megy át Son Goku, mert ő is kap mindig olyan ellenségeket, akik erősebbek, és túl kell szárnyalni őket. Kassadban álltak az emberek, aki adnak idején szinkronra dolgozott, és nála voltak a szinkron hanganyag az egész. Aha. Hát van ez így akira, van ez így, megesik ez ilyesmi. Na, hát mi a faszomra fejlesztünk? Én a power adok. Úgy döntöttem. Na, mehetünk. Ha valószínűleg itt lesz valahol az izé, következő boss fightunk nagyon hamar. Ja, de lehet, biztos, hogy nem rossz izével se amúgy japán szinkronnal, mert hát amúgy úgy kell nézni összes animét. De Dragon Ball-ban kurva jó a szinkron. Úgyhogy én is minden animét japánul szeretek nézni. Az alap. Azt szerintem kurva alap, hogy a el sem tudnám képzelni, jó, amúgy a Naruto-nak a első, vagy a sima Naruto-t, nem a Shippuden-t, ugye azt is magyar szinkronnal néztem. De ott is jó a szinkron. De a Dragon Ball-ba ott kimondottan jó a szinkron, egészben, kurva jó. De a Dragon Ball is, ba is az van, hogy folyamatosan erősödnek. Csak ott még nem annyira, mint az éve. Már aztán a Dragon Ball Z-ben ott már azért a többiek lemaradnak. Itt már Dragon Ball Z legelején van olyan, hogy így, amikor Vegeta is nappa lejön a bolygóra, és ugye elmennek ezek főfejlődni maguknak itt a többiek, Krillinék, mint minden, mert tudják, hogy jönnek a csillagharcosok. Na, ott konkrétan Yamcha-t megeszik, értitek már, ő aztán egész Dragon Ball Z-ben lemarad, de azért a Dragon Ball-ban még ott tudják tartani ugye erőt a Son Goku-val. Aztán ott a Vegeta, a Son Goku és a Sátán amúgy. Nagyon erős jönne benne. Hát az a baj, hogyha most már akarnak csinálni ugye új részeket, nem tudom, hogy a Dragon Ball Super után most lesznek új részek. Dragon Ballhoz meg nekem az a bajom, hogy ott megváltoztatták picit a Dragon Ball Superbe a rajzolási stílust, ugye nagyon színes, még színesebb is, nagyon újszerű a rajzolás, és az már engem picit idegesített, mert annyira hozzá, megszerettem az Z-ben lévő rajzolások minden, és már nagyon ilyen mostani verziós rajzolás van a Superbe. Meg hát ugye az a baj, hogy meghalt a szinkron színésze Son Gokunak, úgyhogy az a legnagyobb probléma. Hogy már az nem fogja tudni szinkronizálni Son Gokut, aki eddig szinkronizálta, és még a Dragon Ball Super is le van magyarul szinkronizálva, csak mondom. Amúgy nem tudom, hogy néztek jó barátokat, srácok? Vagy láttatok-e jó barátokat? Csak hallottál jó barátokról? Hát ajánlom mindenkinek megnézni, srácok, ott van minden bőgéstől kezdve. Nem véletlenül az a címe, hogy jó barátok. Aki barát, azt akarja megtudni, hogy mi a igazi barátság, de akkor azt nézze. Én kétszer végignéztem azt a sorozatot, kurva jó. Na, csak azt akartam kihozni a jó barátokból amúgy, hogy a Mónika magyar szinkronhangja, a Bulma magyar szinkronhangja is.
Szóval, hogyha nézzetek bele, és hallgassátok meg, ott Mónika magyar hangja, a Bulmának a szinkron hangja is. A jó barátok, az jó, így van. Szeretem, hogy híjban vannak lassú ezek a köcsök. Ugye mi jó barátok vagyunk. Ó, ugye mi jó barátok vagyunk. Így van, így van. Csak soha nem szabad megnézni, bazd meg, a szinkron színész hogy néz ki. Mert ez ugyanolyan, mint hogyha valaki webkamera nélkül streamel, ugye? Nagyon sok ilyen van, amiket én még mai napig nem értek. És ha meglátná, és amikor ugye a hang alapján te elképzelsz valakit, hogy néz ki. Biztos, hogy már volt ilyen veletek. Hogy a hang alapján elképzelte valakit, hogy néz ki, és amikor meglátod, akkor csalódsz. Hogy nem ezt a embert képzelted a hanghoz. Például nekem a szinkron színészekkel is volt ilyen. Nani? Pap. Ezt most hova a pék faszába menjek innen? Vártak ide, felugrottam ide. Ide tovább be. Aha. Mi a baj, hogy azzal, hogy kamera nélkül streamel valaki? Hát, nekem az a bajom vele, hogy én konkrétan olyan embereket nem nézek. Mert én arra lennék kíváncsi, hogy a ember milyen a gesztikulációja. Milyen a reakciója egy játékra, most hogyha ezt például valaki streameli a Last of Us, tegyük azt föl. Ami elég sok emóciót vált ki egy emberből, vagy valami, és bazd meg nem látod emberen, hogy hogyan viselkedik, stb. Hogyha te ilyen gameplayt akarsz nézni, persze! Mert hogyha nem ilyet akarsz nézni, akkor Isten lássa lelkedet, érted? De mondjuk én nem értem, mert vannak olyan streamerek, akik webkamera nélkül streamelnek, és nézik őket 300-400-on, úgyhogy fogalmuk sincs, hogy hogy néz ki adott illető. Konkrétan oda se nézek. Abban a pillanatban meglátom, hogy a kamera nélkül streamel valaki, már le is léptem. Néha jobb, hogyha nem látjátok? Hát akkor nézzetek olyan streamereket, értetek? Mondom, én nekem bajom van vele, én nem nézek ilyeneket. De ez a én személyes dolgom, úgyhogy Meg hogyan beszélgessek egy olyan emberre, aki nincs ott? Na jó, attól függ, hogy milyen streamer akarsz lenni, érted akire. Ha most a játékra akarnék koncentrálni, akkor nem is kéne webkamerása, meg hang se. Mi a fasznak? Ha játékra akarok koncentrálni, akkor streamelem azt, ahogy játszok, és nézzétek a játékot. Bám, és nem halt bele. Ja, visszaírok a cseten. Hát ez a... De. Szóval én totál nem preferálom azt, hogyha valaki webkamera nélkül streamel. Én annak eddig egy centet nem fizettem. Soha nem csíreltem, nem iratkozok fel ilyen helyre sehova. Mert hát egyszerűen nem látod, hogy kivel beszélsz, érted? Az van milyen. És tudom, hogy rengeteg olyan magyar streamer van, akinek van 200, 300, 400, 500-os néző serege, és nincs kamerája, de hát akkor csinálják így. De persze a kamerás verziónak is van, ugye?
rossz oldala. Vannak azok, akik kurva sokat beszélnek, mint én, és valaki ezt szereti, és vannak, akik ülnek kukán a streambe, valakik meg azt szeretik, úgyhogy olyan is van. Most a Diablo streamek alatt lehet ilyet látni egy-kettő. Én is belefutottam ilyenbe. 200-300-an nézik el embereket a Diablo streambe, és a adott illető meg ül a sarokba és csak van. Jó van akkor. Aztán ilyenkor elgondolkozok életem, hogy mi a fasz csinálok én rosszul. De van ez így. Discord hívásban sem megy a kamera? És ennek most mi a fasz köze van ahhoz, hogy én játékos streamelek? Te Discord hívásban nem tartalmat készítesz, hanem beszélsz valakivel, mint telefonon, nem? És milyen rossz is az? A bosszú kereke, oda néz. És milyen rossz is az, hogy nem látod a másik mimikáit, mint például amikor valakivel írsz. Ugye amikor vesztek össze, és csak írkálás van. Nem hogy találkoznátok és megbeszéljétek a dolgot, nem, írkálni kell, messengeren az jó. Mindegy, akkor ez is ilyen szubjektív dolog, srácok. Én nem szeretem, hogyha valaki webkamera nélkül streamel, én nem nézek olyan streamereket, akiknek nincs webkamerájuk. Nekem ez egy ilyen fontos dolog, hogy lássam a másikat, hogy hogyan reagál arra, amit én írok. Blablabla, stb. Blablabla. Megköves... Faszom. Baszd meg már, fél 80! Wow! Úristen, hát itt szalad az idő. Ez egy létre, amit föl lehet menni? Nem, ez egy díszlétre. Egy létre, ami dísz. The Forge, New Warrior. Na hát fél 9, miért ahol a faszomba laksz? Most ezt nem kötözködésből mondtam, csak így eszembe jutott utólag, hogy voltam már hívásban a streamerekkel. De ezt most nem értem. Hogy hívásban a streamerekkel? De a Discordnak mi köze van a Twitch streamerekhez? A Twitch streamerkedése, én ezt kérdem most. Hogy Erdélybe, várjál, Erdélybe izé. Egy órával több van. Hát ezek szerint semmi, igen, mert én arra gondoltam, hogy ha valaki közvetít, ez boss fight lesz. Hogyha valaki közvetít valamit, én akarom látni, hogy hogy reagál a írásaimra, stb. Akár a nyálad is foly, hát igen, igen. Hát figyelj, de ez hogyha valaki ezt bevállalja, akkor csinálja rendesen. Ne bújjon el a sötétségbe. Én nem preferálom ezt, érteni, de hogyha... Biztos valakinek jó a hangja, duruzsol, stb. Hát figyeljetek, én is nyomhatom így. Kipróbáljuk? Mehet a menet, gyerünk. Webkamera nélküli helyzi-mejzi van, és akkor itten így fogok játszani én is. Mi a fasznak webkamera? Értedek, elmegyünk egy körbenézünk. Tiszta jó vagyok így hang nélkül. Sziasztok! Ez ilyen webkamera nélküli helyzet. Oda nézzetek.
És milyen érzés így, srácok, hogy nem lássátok arcomat, miközben itt beszélek, és így járkálok. Amúgy így kurva jó. Így közben izé, magyarózhatom, a tökömet érted, vakargathatom, senki nem lássob az meg. Fú, de jó ez te. Hát így kell streamelni. Az anyámot. Rendesen izé, szétvakartam most. Ez az. Tök jó ez. Itt bármit csinálhatok, érted? Látni, hogy mennyi életem van, igen, igen, igen. Kipróbálunk egy boss fightot webkamera nélkül, hogy milyenek a reakciók, oké? Okay? Biztos tök jó. Bam! Szia! Te monstrum! Jó, köszönjük, ez lehet nem fog sokáig tartani. Instabil kovács! Várjál, mert elszippantottam az izét. Mi a fasz, kovácshoz? Te normális vagy? Meg van zavarodva, bazd meg. Hecsibirim! Jó, kaptam halat, amennyi volt. Hát igen, ez ilyen. Ez ilyen, fiaim. Na várjál, most hova kellett visszamennem, bazd meg? 100 millió kilométerre. Itt volt egy ajtó. Meg ott egy ajtó. Fussatok, bolondok! A kurva anyád! Most komolyan így van a boss run? Át kell mennem minden szaron. Jézusom! Jézusom! A kurva! Jó, hogyan van ez így tovább, bassza meg? Vártam, mert most picit eltévedtem. Mennyi szólom volt, mikor meghaltam? Lézte valaki? Na lehet, hogy most még egyszer meg fogunk dögleni. Nem tudom, hova ugorjak át innen, bassz meg. Ja, ide. 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 Na de őről már tudod, hogy hogy néz ki? Érted? De azt se szeretem. Én mondtam neki, hogy nem szeretem, amikor nincs webkamerája. Én mondtam ezt neki is. Na, kérem szépen a tüzes faszú. Pa-pa-ra-pa-pa! Csibirip! A kurva anyád! Új, akkor bej... amúgy tényleg a lába között van a harmadik kardja, bazd meg. Vagy karja, vagy mi a... Nem? Jézusom, a tüzes piszkavas. Mi a fasz ez?
Nagyon sok hát. Amúgy, de én égek, geci! Mi a fasz? Ahogy elkezdek faszba ütni. Te fasz. Áú! Fasz a risztje. Ilyenkor izé... Aha. Ilyenkor tüzeli be azt a kurva dárdáját. Ez nem jó. Nagyon kevés HP-t veszünk le neki amúgy. Kell, hogy mondjam. BAM! Hát ezt nem kéne előtetni most. Befagyott? Kurva jó! Huhuuu! Ez az! Kurva anyád! Köszi! Köti! Ezt kapta! Elsőre, ja. Mi az a VTuber, vagy mi a faszig, azt én sem tudom. Na, megbasztuk a kovácsot. Első fokozatú harcolj vagy menekül modul. Modul kulcs. És itt a bonfire. Azért nem kaptunk annyi szót, hogy itt nem fejlődjek. Majdnem elsőre, másodikra. Másodikra lett meg ez a szexuális kovács. Aha, két oldalt lehet jönni, az nagyon jó. Bronzingot, úha, fegyverfejlesztés abban a pillanatban, hölgyeim és uraim, azt kell, hogy mondjam, hogy itt nagy fegyverfejlesztése fognak következni. Bár lesz rá annyi, lesz annyi szólom. Meghúzza a kezit, nézd meg. Micsoda? Ja, hogy kettő ingot kell hozzá, és 3000 szól. Az igen. De én nem foglalkozok érdekkel, srácok, hogy kinek nincs kamerája, vagy kinek van, mert amúgy kurvára leszarom. Úgyhogy én nem szoktam ilyenekkel foglalkozni, mert azokat nem nézem, értetek. Úgyhogy el is beállítottság valaki, de valaki azt szereti, valaki nem. Ugyanígy. Ja, hogy... Aha! Ja, hogy be van rakva valakinek egy ilyen anime karakter? Látni láttam. Látni láttam, de hidd el, hogy sokat nem voltam ott. Én azt nem érzem köztes megoldásnak amúgy. Mert az nem az adott ember, aki ott van. És azért, hogy mozog a szája, az nem azt jelenti, hogy ez olyan jó, szerintem. Ez mi amúgy?
pusztuljál meg! Most gyorsan körbe akarok itt nézni, hogy mi a fasz van. Ez mi ez? Javít. Aktivált. Aha! Hogy ezt kellett itt megjavítani. Ott még elhagytunk egy utat, ahol felvettem azt a bronzrudat, meg minden lófasz, azt nem akarom ott hagyni. Ó, készen vagy? Na bazd meg, oda nézzél, rendesen sietett ez a szogimester, bazd meg. Mehetünk. Mehetünk, testvérsz! Pillanat, még ezt így gyorsan megoperálom, és akkor aztán mehetünk. Oké. Megnézem a másik utat, mert ez vezet szerintem a sztori felé. Jó estét kívánok! E földet bíztam rátok! Ó, remélem a legjobb helyre ugrottam ki, bazd meg! Most hol a pékfaszába vagyok? Két monitoros papucsos szogi. Ja, bazd meg, itt a lépcső. A lépcső! Na várjál, erre kellett jönni a boss fighthoz. Igen, erre kellett jönni a boss fighthoz. Itt ugrottunk le. Serényen. És akkor a utunk az vezet erre. És arra. Itt a bonfire. Itt vettem fel ezt a izét, ezt a ignot szart. Mi volt ez? Ez mi van? És ha megnézem, mi van itt. Hű, tüsszentenem kell, bazd meg! Hű-hű! Ah, kurva! Kibirib! Azt a kurva! Pont a harc közepette, érted? Köszi! Köszi mindenkinek, srácok, köszi! Aj. Kösz. Aj. Ez a ventilátor, oké? Kifulladtam! Oké, hétköznapi olajos fiola! És ez hova vezet ez a utacska? Aha. Itt lehet csak körbe jön a helyzet. Aha. Ja, akkor csak így jöttünk egy kört, jó. Na, hát akkor erre kell menni tovább, és akkor menni a cusz felé, innen fogjuk folytatni holnap. Pont a bonfire-nél nagyon szép és nagyon jó. Na, hát nem tudom, hogy... És akkor megyünk szomszoffer ezt hozni. Ugye nem megyek még sehova. Hát szóval nem tudom, srácok, hogy most mit mondjak én erre. Hogy jobban tetszik-e nekem, mint mondjuk a Pinocchio. Van plusz-mínusz mind a kettőbe. És így... Ilyen... Ugyanazt érzem mind a kettő játéknál amúgy.
Most így azért belebasztam már 4 órát ebbe a játékba, mert ugye 40 percet beszéltünk. Kb. Ugyanannyit, mint a Pinocchio-ban, és ilyen 4 órás volt a demo. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekem ugyanolyan szinten van a két játék. Egyik se jobb a másiknál, valamiben ez jobb, valamiben az jobb. Úgyhogy nem tudnám most eldönteni, hogy melyik a szexibb. Mindenki magának dönti el, hogy melyik a jobb. Elején ez a játék nem tetszett annyira. Furcsa volt a mozgás, meg minden ilyes, hozzá kellett szokni. Szokni. De most azért hozzászoktam már szerintem így ennyi idő után, és most már kezdett megtetszeni. A boss fight-ok mindenképpen nehezebbek a Pinocchio-ba, az ott fixen. Ott a nagyon agresszívak a bossok, itt azért annyira nem. De ott is sikerült megölnem a boss-t harmadikra, másikat is harmadikra. Úgyhogy hozzá lehet tanulni mindegyikhez. Lehet, hogy a mechanika ott jobban tetszik Pinocchio-ba, mint itt. Nem tudom, megmondani, hogy melyik lehet a jobb, de szerintem nem is kell eldönteni, hogy melyik, vagy fasz tudja. Nem tudom, na várjatok! Átírjuk a címet, ezt nem felejtsük el. Nem felejtsük el! Addig itt elindítjuk a zenéket. Felvétel le föl, így van. A felvételt lekapcsolom.